Egy jelentőségteljes dolog, hogy a magyar delegáció 200 főt meghaladja, az utóbbi univerziádékon nem tudtunk ekkora küldöttséggel részt venni, és most ez nagyon örömteli, hogy sok sportágban sok sportoló tudja képviselni hazánkat, és hát nagyon örülünk, hogy ezen belül a Debreceni Egyetem is mérhető mennyiségű sportolóval és vezetővel tud részt venni, hiszen a Debreceni Egyetemnek a sport azért egy elég fontos, kiemelt terület, és láthatjuk is azt, hogy a közönség érdeklődését is maga után vonja ez. Az Univerziádé, az a köznyelben az egyetemisták olimpiája néven fut, ami valóban így is van, azonban az utóbbi néhány évtizedben rendkívüli módon kinőtte magát, ha lehet így fogalmazni. Ez most a 29. nyári Univerziádé, ez két évente kerül megrendezésre, ugyanígy van téli Univerziádé szintén két évente. Olyan sportolók olyan eredményekkel, olyan szervezési háttérrel, olyan résztvevői létszámmal, olyan televíziós közvetítésekkel működik már most az Univerziádé, ami megelőzi a 88-as Szóló meg a 92-es Barcelona olimpia szintjét. Augusztus 14-től 31-ig tart, 9000 kilométerre Magyarországtól. A Debrecen Egyetem küldöttsége 9 főből áll, 3-an a kosárlabda válogatott stábjában dolgozunk, Berényi Sándor edzőként, Szél Gábor elnöléti edzőként, én csapatvezetőként, a többiek pedig én azt gondolom, hogy mindannyian már bizonyított, nemzetközi szinten saját sportágban bizonyított sportolók, ugye a Mihály Kata, a Rivasztót Norbert, a Szilágyi Réka, a Kozák Luca, a Pap Márk, Kósa Tamás, ugye a kosárlabda válogatott tagjaként, mindannyian rendelkeznek utánpótláskorú nemzetközi eredményekkel, sőt felnőtt világverseny eredményeivel. Itt valóban én azt gondolom, hogy olyan sportolókról beszélhetünk, akikre a sporttal szembeni alázat az nagyon jellemző. Ez meg nekünk külön jó, hogy a Debreceni Egyetem képviseletében, hiszen mi is ezt próbáljuk a sporttal kapcsolatban üzenni. Nekem ez az első versenyem, és eleve az első univerziádém, és nagyon örülök, hogy kijutottam, meg nagyon örülök, hogy a Debrecen Egyetem színeibe tudok indulni. Testvérem is ide jár, szóval nekem ez egy nagyon családcentrikus iskola. Én nagyon jó érzésekkel indulok el az univerziádén, nagyon várom már. Nagyon, nagyon örülök, hogy Tájpertben rendezik meg, mert még nem voltam ott, és nagyon erős a magyar csapat, és úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó verseny lesz. Nekem a harmadik világversenyem lesz ebben az évben, ami soknak számít, és elsődleges cél az, hogy ne legyen a túlterhelés fáradalma, ezért szeretnénk a univerziádét mindenképpen megtartani arra a csúcsformát, hogyha mondjuk 80 méter feletti eredményt produkálnék, azzal visszanézve az előző statisztikákat, azzal a dobogós nézést el tudnék csípni. Ugye most jöttem haza egy két hete az U23-as Európa-bajnokságról, ahol bronzérmes lettem, és múlt héten derült ki, hogy meghívtak a felnőtt világbajnokságra, ami Londonban lesz. Úgyhogy eléggé sűrű és hosszú szezonom van, de remélem, hogy a forma kitart, és tényleg igazából London egy főpróba erre az univerziádére, és remélem, jó eredményt tudok érni az első 8-ba minimum. Nekem főleg abban másabb, hogy ez egy multisport rendezvény, és sose voltam még ilyen ekkora nagyszabású rendezvényen, csak korosztályos világversenyen, vagy felnőttben, ahol csak atlétika van. Úgyhogy érdekes lesz, hogy nem csak atléták lesznek, és nem csak ismerős arcok, hanem tényleg a világ minden tájáról, minden sportágban ott lesznek a legjobbak. Most hallottam én is itt az interjúk alatt, hogy kik lesznek a csoport ellenfelünk. 6 csapat van egy csoportban, és a szerbek ugye ott vannak. Mexikó, akkor a Tájban is ott van a rendező. Nem tudom, hogy ők milyen erőt képviselnek, a szerbeket erősnek várom, de mindenféleképpen szeretném, hogyha a csapat tovább jutna, mert szerintem ez a csapat ez képes lehet a csoportból való továbbjutásra. Az első univerziádémon ott az nem sikerült olyan jól, ott szerintem a 64-ben végeztem a főtáblám, a második univerziádén pedig a 16-ba jutásért kaptam ki egy oroszlánytól, aki végül harmadik lett. Azt a kicsit versenyt egy kicsit sajnálom, de remélem most már sokkal jobb lesz. Most mit vársz? Most én nagyon szeretnék egy érmet hazahozni. Úgy gondolom, hogyha már bekerülök az elődöntőbe, az első 4-be, akkor ott meg már
bármi összejöhet, tehát én nagyon szeretnék érmet hozni. Minden egyes új verseny, illetve minden egyes új verseny tapasztalat nagyon sokat számít, főleg az én sportágomban ugye hosszú távú úszás, tehát itt csak az érhet el bárkit, akinek nagyon nagy versenytapasztalata van, és nyilván ez egy újabb nemzetközi verseny, nagyon nagy nemzetközi létszámmal, tehát megint egy olyan lehetőség, hogy nem csak az európaiakkal, nem csak a magyarokkal tudom megmérettetni magam, hanem a világ minden tájáról érkező versenyzőkkel együtt tudunk harcolni, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy plusz tud hozzá. Illetve, hogyha esetleg itt eredményesen tudok szerepelni, az a saját magam elkönyvelésében is egy hatalmas plusz tudni, hogy ez egy univerziádé jó helyezés, az sokat számít.